Hitnek nem csak a külseje, sőt, inkább a belső, csillivilli dolgok adják meg a valódiságát. Olyan replikaépítő, aki csak a külső megjelenésre törekszik. Ennek oka lehet az is, hogy a belső egységek, mint műszerfal és konzolok, elektronikái elég drágák, még amerikai mércével is. Nem beszélve a vezetékhalmazról. És persze van olyan építő, akinek nem is számít a belső. Az is lehet, hogy ő egyszerűen csak úgy véli... Nekem ezek csak lámpák és drótok. De szerintem nem így van. Ez az egyik legjellegzetesebb ismertetőjegye Kitnek. Ebből ezt... Szarból várat? Hogyan? Azt mindig is tudtam, hogy az első-második évadban szereplő két kisképernyős műszerfalat szeretném. Számolgattam, matekoztam, és nagyon csúnya számok jöttek ki. Emészhetetlenek. Ugyanis Kit műszerfala úgy épül fel, hogy van egy üvegszálas test, ez az egész, ez az ívelt forma. Tehát erre a fekete üvegszálas üres cuccra kéne ajánlanom valakit, akkor én azt mondanám, hogy tessék Hollandiába fordulni. Itt a Night Passionsnél kitűnő minőségű üvegszálas cuccok vannak. Jó, ahol egy nagyon-nagyon jó arc, gyorsan, tehát akár készletről is tudsz állítani. Az árak mondjuk megfizethetőek. Van még Carlo, akit a múltkor már említettem, ő Olaszországban van. Nála kicsit nagyüzemibb a dolog, ezáltal szerintem a minősége mondjuk csak olyan 90%, és ehhez van egy elektronika, ami hátulról van rögzítve. Persze, hogy ne legyen egyszerű, a műszerfal elektronika nem egy egység, hanem több részből áll. Ez itt a sebességmérő rész, ez a fordulatszámmérő, ezen vannak a hőmérséklet, üzemanyag, ilyesmi kijelzők, de van random is, full random cuccok, bekapcsoló autó, normál üzemmód és az üldözés, a monitorok, őt hívjuk úgy, hogy voice box, vagy beszélőke, itt megy, amikor Kit beszél, itt megy a három LED sáv, és az úgynevezett countdown, ez ilyen visszaszámláló egységnek tudnám mondani, ezek a műszerfal bekapcsolásakor itt tik-tik-tik-tik sorban gyulladnak ki. Jó, tudom, ne írd meg, nem kigyullad, mert akkor kéne a poroltó felvilágít. Kész vagyok. Átveszem az irányítást. Amikor én dolgoztam az autómon, akkor jó minőségben és megfelelő kinézetben a műszerfalhoz elektronikát egyetlen gyártó készített, ő az USA-ban, Florida államban volt, és magánemberként, főállás mellett, délutánonként, meg hétvégén csinálta mindezt, így nem csak az volt a gond, hogy a megrendeléskor el kellett utalnod előre $1400-1500, ennyi volt az elektronika ára, hanem meg is mondta neked, hogy 3-5 év múlva fogok jelentkezni. Na erről szó sem lehetett. Ami az elektronikát illeti, ott el kell mondjam, hogy a korábbi amerikai egyeduralmat az olaszok teljesen megtörték. Van egy Amerikában élő olasz ember, akit úgy hívnak, hogy Alessandro Zangi, azt hiszem, ZA Elektronika néven fut, akár Facebookon is. Jelen állás szerint az övé a csúcsmodell. Nem tudsz ma jobbat venni, mint egy ZA Elektronika. Baromi jól meg van csinálva, iszonyatosan jó minőség. Nagyon könnyű vele dolgozni, egyszerű bekötni. Érthető a kezelési útmutatója. Leveszi a polcról, nincs 3-5 éves várakozás, egy héten belül ott van nálad. Ennek megfelelően drága is. A másik olasz létezik egy idgeniali.it weboldal, ahol a gyártótól, Paolótól tudod megvenni az ő általa készített elektronikákat. Tapasztalatból mondom, ami nekem cserélve lett, az mind Paolótól származik, és 8 éve mennek töretlenül, nagyon jó minőség, és sokkal megfizethetőbb áron. Az olasz kitérő előtt ott tartottam, hogy éveket kellett volna akkoriban várnom egy elektronikára, és én ezt nagyon nem akartam. Így elkezdtem keresni egy használtat, főképp az eBay-en. A minőség fontos volt, tudtam, hogy nagyjából mit akarok, és nem is telt el sok idő, pár hét múlva találtam egy komplett műszerfalat, amit egy amerikai srác árult. Ő azzal foglalkozott munkaszerűen, hogy filmes autókat épített, és mindenféle rendezvényekre hordta őket. Ő
örültem, mert komplett volt, az a fajta változat volt a két tévés, amit én szerettem volna, és nagyon fontos, a műszerfal üvegszálas testét Rob Lewis-el gyártotta, róla azt kell tudni, hogy a 90-es évek elején ő kapta meg a jogot, hogy megvásárolhatta a Universal Studios-tól kit eredeti üvegszálas alkatrészeinek öntő formáit, és árulhatta is őket. Vagyis a világon ő volt az első Knight Rider replika, majd később Knight Rider replika alkatrész gyártó. A 2008-as filmben megjelenő régi kit alkatrészeket ő gyártotta. Szóval a műszerfaj jónak tűnt, alkudoztam, egyezkedtünk, kifizettem. Ekkor egy elég küzdelmes 7 hónap következett, volt ott minden, mindenféle hazugság, elküldtem, még nem küldtem el, már csomagolom, beteg az asszony, jaj, nem volt alkalmazott, aki elvigye a postára, a végén már a helyi rendőrség csalás elleni osztályával kellett fenyegetnem. Na ez tette meg a hatást, és sok hónapnyi várakozás meg idegeskedés után végre elindult a csomag Amerikából. Megérkezett a 10.000 kilométeres utat megtéve, hát olyan nagyjából becsomagolta, egy darab szivacsba tekerte be, és azt aztán végül begöngyölte egy ilyen nagyobb akármilyen kartonpapírba. Én meg csak lestem, hogy mi lesz ebből? Otthon kiterítettem az udvaron, és örültem! Nem érdekelt engem, hogy a műszerfal elektronikának egy csomó darabja be van esve a belsejébe, a plexi számlapok el voltak hajolva, néhány helyen el is voltak törve. Ha műszerfal és műszerfal elektronika ügyben szép végeredményt akarsz, akkor a műanyag számlapokat, tehát ezeket a fekete, plexi, műanyag, elhajlós, napáltal kiszívós, és akár el is töredezős cuccokat, ezeket elfelejted. Ugyanis gyártanak hozzá alumíniumot, és szerintem ez az egyetlen megoldás, ami hosszú távon mindig is gyönyörű lesz. Volt egy igazi kit műszerfalam, az ívei szépek voltak, nem volt benne törés, és komplett volt. Persze még ott az udvaron térdelve, az első volt, hogy szétbontottam, elektronika kiszerel, bevisz a házba, laptopra ráköt, pozitív, negatív, és az eredmény életem első YouTube videóján látható. Üdvözlöm a fedélzeten, a nevem ki. A maga számára én vagyok a Knight 2000 hangja. Ma már ilyet nem kapsz, de érdekességnek elmondanám, hogy az én műszerfalamban, amikor megérkezett, még a régi fajta ilyen képcsöves monitorok, milyen monitor, nem is monitor, tévéknek nevezném, ezek a képcsöves cuccok voltak benne, ez látod ekkora, szerintem súlyra van majdnem 1 kiló, mondjuk 70 deka, ugyanazt a feelinget adja, amit a filmben láttunk, filmbelinben is ezek a cuccok voltak, csak éppen nem működik. Ugyanis képcsöves lévén ennek 78 darab kábel jön ki a hátuljából, nagyon nehéz, kettő főleg, húzza a műszerfalat, iszonyatos zavaró jele van, és a digitális jelet nem is tud rátenni, úgyhogy ezeket nem használjuk. Már csak nézegetjük, eltesszük emlékbe, meg mutogatjuk videókban. Mit használunk helyette, ami tökéletesen alkalmas? LCD monitort. Ami nem azért ilyen, mert kicsi, meg ócó, meg könnyű, hanem azért, mert semmilyen keret nem kell hozzá. Kettő darab van belőle, itt tényleg ócó amúgy, és természetesen Kínából jött. Hiszen manapság már az a termék a hamisítvány, ami nem Kínában készül. Ezekből én az 5 szólosakat javaslom megvenni, természetesen 2 darabot, minden digitális jelet tud fogadni, szépen el lehet helyezni a Knight Rider keret mögött, tehát a tévék eredeti kerete mögött, e mögött voltak egyébként a képcsövesek. A monitorokon mindenki azt jelenít meg, amit akar, nekem az egyiken a hátsó kamera képe megy, a másikon pedig a sorozatbéli effektek. Itt van ilyen, hogy Góliát, most éppen a gumiszkennelés, de lehet itt radar, helikopter, mindenféle, ami a filmben volt, minden itt van. De akár mehet a kedvenc sorozatom is. Annyi, hogy nekem lesz még egy újításom vele. Az pedig az, hogy megőrizhessük a régi kétcsöves tévéformát LCD mögöttes tartalommal. A technika mára elért odáig, hogy tudsz rendelni úgynevezett smart filmet. Ez egy fólia, amire áramot kötve átlátszóvá válik, viszont ha nem kap áramot, akkor szürke. Na ezeket akarom fölé tenni. Érkezett tehát az USA-ból a cucc, tévék és elektronika kiszerel, és itt kezdődött a munka...
kellemetlenebb része. Először a műszerfal meglévő nyílásait nagyobbra vágtam, hogy szépen látszódjanak majd a jövőben az elektronika és a számlapok. Majd beköltöztem a fényező műhelybe egy 2 hétre. Az alumínium számlapokat a későbbi helyükre folyamatosan illesztgetve próbáltam meg egyenesre csiszolni a műszerfal hátsó síkját, amire majd felül az alumínium, mivel az alumínium egyenes, legyen egyenes a műszerfal is, hátulról nézve, viszont a sarkokban maradjanak meg a szép kis ívek. Teljesen újra alakítottam ki a voiceboxnak a helyét, üvegszálas gittel töltöttem, csiszoltam, újra feltöltöttem, újra csiszoltam. Az volt a cél, hogy ne tűnjön férc munkának. Azt akartam, hogy a felületek egymással illeszkedjenek. Szépen, síkban fusson minden. Úgy nézzen ki, minthogyha valami gyárban csinálták volna. Csak csiszoltam, töltöttem, megint csiszoltam. A rengeteg portól úgy néztem ki, hogy simán mehettem volna Kolumbiába szortírozni. Utána ki kellett találni valami jó és tartós megoldást a rögzítésre. Van egy üres műszerfal héjam. Hogy fog benne maradni az elektronika? Nos, tetőlész darabokat rögzítettem. Nyilván nem 6 méterest. Két komponensű ragasztóval a műszerfal test belsejére, a nyílásokhoz, persze feketére festve. Ezeknek az a szerepe, hogy hátulról támasszák az elektronikát. Előre, rögtön a műszerfal nyílása mögé, ellalakban hajtottam fémből ilyen kis lemezsávokat, ezeket ugyancsak oda ragasztottam. Mind a műszerfal elektronikán, mind pedig az aluszámlapokon vannak csavarhelyek. Ezeket a csavarhelyeket odamérve a felragasztott elalakú lemezekhez furatokat fúrtam, és csavarokkal ide rögzítettem az elektronikát és a számlapot, így az első rögzítés meg lett oldva. És mint egy jó szendvicsben a hús, középen van az elektronika, előről az elalakban hajlított lemezeim csavarokkal tartják, hátulról pedig, mint a zsemle másik fele, a tetőlecekhez csavarokkal rögzített, Z-alakban meghajlított plexi támasztók tartják. Biztosan van szebb vagy profibb megoldás, de 11 éve működik. Kellenél több? 2 hét csiszolás és illeszgetés után jöhetett végre a fényezés. Nem mindenki fényezi ugyanolyanra a műszerfalat, nem tetszett a matt, tehát a matt fekete, viszont a DVD-ket megnézve egyáltalán nem láttam mattnak. A matt műszerfal nekem kicsit olyan félkész hatást ad, ezért inkább ez a sejem fényű lett. A kormány, a műszerfal és a konzolok is. Hozza azt a filmben látott hatást, és nem is tükröződik annyira, mert valaki tükörfényes feketére fújja. 2 hét múlva a sorozat befejező része. A ma elmaradt konzolok, a beszéd, és hogyan tud egy replika sofőr nélkül, utas nélkül, tök egyedül menni, akár driftelni, na ezt is megmutatom. Viszontlátásra, barátom. Hiányozni fogsz.